Ezennel elstartol a szerdai sztereó itt az Otthon hangján, a mikrofon mögött Balogh Feri, nagy szeretettel köszöntöm a ránk hangolódókat, a minket Facebookon élőben figyelemmel kísérőket, kellemes délutánt a 17 órás ismétlés hallgatóinak, és nagy szeretettel köszöntöm stúdiónk mai vendégét, Kubik, Nagy Andrásnét, Kubik Katit, Táborfalva polgármester asszonyát, szervusz, köszöntelek. Jó reggelt kívánok a Dabas Rádió hallgatóinak. És mindjárt belevágunk a dolgok közepébe, már csak azért is, mert én próbálok azért így a bulvár hírek fölé kerekedni, de ezen sajnos lépjünk túl, mert nagyon sokan beszélnek most erről. Megint egy régebbi ügyet kapartak elő, valami molesztálás ügy, ami gyakorlatilag már lezárás fázisában van, de mit lehet erről elmondani a kedves hallgatóknak? Tulajdonképpen mi is nagyon csodálkoztunk rajta, hogy kiszedte elő ezt a bulvár híreket, és csinált belőle bulvár híreket, hiszen ez egy kicsivel több, mint egy évvel ezelőtti történet, egy 10 éves gyerek sérelmére elkövetett molesztálási ügy, amiben nagyon-nagyon gyors, hathatós intézkedés történt mind a rendőrség, mind a gyámügynek a gyámügy felől, és most már aki ebben mindenki, aki bűnös volt, az a méltó büntetését tölti. Hozzáteszem, én nem tudom elképzelni, hogy az én mércém szerint van olyan lépték a büntetésbe, amelyik egy gyereknek a személyiség fejlődése és a testi-lelki fejlődése érdekében elkövetett bűncselekményre méltó. Én azt gondolom, hogy erre nincsen megfelelő büntetés, de a bűnösök a büntetésüket töltik, és a gyereknevelő szülőknél jó helyen van. Tehát ha jól értem a dolgot, ez olyan, mint mikor a Facebook hírfolyamban egy régi hírt elkezdenek látogatni, és felugrik előre, és akkor hirtelen többen azt hiszik, hogy ez mostani ügy. Igen. Tehát ez már régen elfeledett, már gyakorlatilag lezárt. Hát azért elfelejteni nem fogjuk, mert ez nagy tanulság volt mindenki számára. Elfelejteni nem fogjuk, de én azt gondolom, hogy lezárult. Top híreinkre ugrunk. Nyilván mindenkit is a rezsicsökkentés, az elszabadult energiaárak érdekelnek. Táborfalván, hogy várjátok ezt a fűtési időszakot? Nyilván ugye nálatok nem feltétlenül lakossági augusztus 1-ével érvénybe lépő árakat kellett figyelembe venni, ugye ti is a szabadpiacról már réges-régen szerzitek be az árateket, tehát sokkal előbb szembesültetekkel ezekkel a magas árakkal, de most hogy álltok? Hát több intézményünk vonatkozásába, ugye itt azért a gázár emelkedés érinti legjobban a településeket, hiszen az összes intézményünk napelemmel ellátott, és a napelemek visszatermelnek, tehát így az áram vonatkozásában azért nagyon jók vagyunk. A gázfogyasztás, itt is azért annyiban szerencséseknek mondhatjuk magunkat, hogy 21-ben kötöttünk szerződést egy gázszolgáltatóval, és ott élő szerződésünk van 23 októberig, tehát azon az áron, amin megegyeztünk, azon az áron kapjuk a gázt. Egyetlen egy intézményünk kivétel ez alól, az óvoda. Nos, az óvodánál megszűnt október 1-jével a gázszerződésünk, fel is vettük az állami szolgáltatóval a kapcsolatot, úgyhogy, de természetesen fűtés az óvodában van, úgyhogy folyamatban van a szerződéskötés. De azért, mint mindenkit, mi is nagyon óvatosak vagyunk, és már hoztunk rezsicsökkentő intézményeket, mind az áramfogyasztás, mind a gázfogyasztás ügyében. Tehát az áramfogyasztásnál ugye a legnagyobb a közvilágítás. Most egy kicsit fájdalmas dolgot hoztunk be, és az adventet a karácsonyi világításunk nélkül fogjuk tölteni, hiszen annak a le is felszerelése is egy igen tetemes összeg. És mivel a közvilágításnál még csak egy nyári számlát láttunk, amin ugyanolyan nagy emelkedés nem volt, tehát a rémhírekkel ellentétben olyan nagyon nagy emelkedés nem láttunk, viszont összesen hasonlítható egy nyári időszámításos közvilágítás a télihez. Úgyhogy föl fogjuk venni a kapcsolatot az MVM-mel, hogy tudjuk mi is a közvilágításunkat korlátozni. Tehát nyilván majd időben fogjuk korlátozni, hogy később kapcsoljuk fel, és korábban kapcsoljuk le. De viszont a teret azt nagyon szépen, a főterünket azt nagyon szépen ki fogjuk világítani, mert annak a világítása az intézményekből fog működni, ahol a napelemek ugye biztosítják a forrást hozzá. Ugye ezzel is kezdted, hogy energiaellátásban, tehát villamos energiaellátásban, jól látok, igen, az intézmények termelnek. Ez azt jelenti, hogy próbáljátok egyébként alternatív módon kiváltani a gázfűtést, esetlegesen az irodákban elhelyezett légkondicionálók meleg fűtésével? Igen, hát ugye nálunk légkondicionáló csak a polgármesteri hivatalban van felszerelve, és az orvosi rendelőben, tehát ott próbálunk igen ezzel rásegíteni, de viszont a gyermek az egészségügyi intézményeinket és oktatási nevelési intézményeinket, mi azt határozta meg a képviselőtestület, hogy 23 fok alá nem lehet fűteni.
Tehát én azt gondolom, hogy azért a gyerek az első, és az egészségügyi intézmény az első. Tehát hogyha még egy művelődési házat, egy helyőrségi művelődési otthont, vagy egy polgármesteri hivatalt tudunk is ilyen tekintetben korlátozni, az óvodát, a bölcsödét és az orvosi rendelőt és a védőnői szolgálatunkat, azt nem. Tehát ebben egyeztünk meg a testülettel, hogy ennek ugyanolyan mértékbe kell a fűtésének menni, mint ahogy eddig is. Említetted, és gondolom ez a fűtés határérték is már a döntésetek része. Milyen egyéb intézkedéseket hoztatok, ami kézzelfogható? A helyőrségi művelődési otthonunk az bezárásra kerül. Talán annak a leggazdaságtalanabb a fűtése, és ott azért mindig is úgy próbálták a művelődés szervezők ezt összehozni, hogy a Jókai Mór közösségi szintérbe térre odaorientáltak, mert ez azért 1100-néhány száz négyzetméter, azt befűteni alkalmanként az egy nagyon nehéz dolog és nagyon költséges. És annak a működését korlátozzuk. A Jókai Mór közösségi szinterünkben is a nagyterem használatát az januártól egy kicsit visszafogjuk, és megpróbáljuk az összes olyan programot és összes olyan elfoglaltságot, szakkört, aerobikot, karatét, mindent a kis termekbe korlátozni, mert ennek kevesebb a fűtésrezsie. Úgyhogy még majd azon gondolkodunk, hogy a szociális szolgálatunkat, hogy azt, hogyha tudjuk, akkor ideglenesen a bölcsödébe, de hát ehhez azért majd kell egy fűtésszámla, hogy mégis mennyi a fűtésszámlája, illetve tudjuk, hogy mennyi, csak hogy mennyivel emelkedik, a bölcsödébe fogjuk behozni ezt az ellátást a fűtésszezon idejére. Tehát ti is abban gondolkodtok, hogy igen, összevonunk intézményeket. Igen, de például a polgármesteri hivatalnak a működését nem tervezzük online formában, nem tervezzük úgy, hogy lecsökkentjük az ügyfélszolgálati időt, ilyen szankciót sehová nem hozunk. Kicsit visszatérve a közvilágításra, említetted, hogy ez a legnagyobb fogyasztó település szinten. Ott csak az időintervallumok szűkebbre szabásában gondolkodtok, vagy éjszakai órák kikapcsolásában is? Hát pont abba döntött a testület, hogy nem az éjszakai órákba fogjuk kikapcsolni a közvilágítást, hanem inkább később kapcsoljuk fel, és korábban kapcsoljuk le. Hiszen, mint abban megegyezett a testület, pontosan az, amikor elcsendesedik a község, és ha még a közvilágítást is pont arra az időszakra éjszaka lekapcsoljuk, akkor azért a betöréseknek és a garázdaságoknak tehát nagyobb teret adunk. A közbiztonságot helyezzük előtérbe. Így igaz? Kicsit menjünk is tovább. A rezsicsökkentés után most a Daköv ügyről beszéljünk egy kicsit. Nektek is dönteni kellett, ugye szeptember 20-áig kellett szándéknyilatkozatot megfogalmazni, és van itt egy kitétel, amiről talán a kedves hallgatók még kevésbé hallottak. A Daköv üzemigazgatóságán találkozott az összes olyan polgármester, aki a Daköv üzemigazgatósághoz tartozik, tehát én azt gondolom, hogy ott 12-en egy nagyon észszerű döntést hoztunk, egy közös határozati javaslatot hozott ott a 12 polgármester, amit beterjesztettünk a képviselőtestületünk elé, ezt fogadta el minden képviselőtestület. Ez arról szól, ez a határozati javaslat, hogy hajlandóak vagyunk átadni az államnak a vízi közmű vagyonunkat, de csak bizonyos feltételek mellett. Én azt gondolom, hogy ez minden településnél egy nagyon nagy felelősséget ró a képviselőtestületre, hiszen ez csak Táborfalva vonatkozásában közel 500 millió forintos vagyon. Én nem gondolnám, hogy bármelyik polgármester is, vagy bármelyik képviselőtestület is tud arról felelősségteljesen dönteni, hogy egy ekkora vagyont átadjunk, vagy nem adunk át. És olyan határozatot hoztunk, hogy természetesen, ha szükség van rá, akkor átadjuk, de csak bizonyos feltételek mellett. És mondom, hogy ezt egy közös határozatba foglaltuk, és ezt fogadták el a képviselőtestületek. További sorsát egyébként erről még nem tudjátok, hogy hogyan kell majd nem tudjuk, de én azt gondolom, hogy azt sem tudja bevállalni egyetlen testület sem, hogyha megkapnánk egy ilyen megnövelt áramszámlát. Hiszen tudjuk, hogy a Daköv december 31-ig egy szerződött áron kapja az áramot, és elnézést, utána pedig emelt áron, és én nem gondolnám, hogy az bármelyik képviselőtestület is bevállalja, hogy azt az emelt áramszámlát ki tudjuk egyenlíteni lakosságszám arányba. Tehát azért mérlegelni kell, hogy őrizzük meg a vízi közmű vagyonunkat,
a község tulajdonába, viszont ezzel ne tegyünk tönkre, esetleg ne adósítsunk el egyetlen önkormányzatot sem, hogy ennek a költségeit viselnünk kell. Az elszabadult rezsijárakkal kapcsolatban az önkormányzat után most a lakosság szemszögéből vizsgáljuk a dolgot. Nyilván elsősorban a fával fűtőkre gondolunk, és a szociális tűzifa, mint lehetőségre. Hogy álltok, pályáztatok, jött fa, mennyi fa jött, mennyi fát tudtok, szántok a lakosság igényeinek kielégítésére? A szociális célú tűzifa pályázatunk nyertes lett, az összeg megérkezett az önkormányzat számlájára, 162 köbméter tűzifát nyertünk. Ezen tegnap vettük fel az erdészettel a kapcsolatot, kértünk tőlük egy árajánlatot, és én azt kértem, hogy ebben az évben még 100 köbméter tűzifát szállítsanak le nekünk, és a következő év február elejéig pedig a fennmaradó mennyiséget. Valamennyi nekünk is van, ami ugye megmaradt tavalyról, amire nem volt igény, és még egy olyan döntést is hozott a képviselőtestület, hogy vásárolni is fogunk tűzifát, mert arra számítunk, hogy megnőnek erre az igények, és így biztosítani szeretnénk mindenkinek a részére, aki csak beadja a keresetet. Esetlegesen már tájékozódtatok, hogy milyen áron, honnan, hogy tudjátok beszerezni a tűzifát? Tegnap kértünk árajánlatot, úgyhogy még erről nem tudok nyilatkozni. És akkor menjünk is tovább, van itt egy egyelőre elvarratlan szár, a kínai szál, a kínai vonal, ugye van egy folyamatban lévő igen jelentős ügyetek. Hát igen, ez is nálunk egy visszatérő téma, a kínai üzemünkkel kapcsolatos per. Itt gyakorlatilag az ideglenes intézkedés fázisában vagyunk, a bíróság hiánypótlás nélkül befogadta a felpereseknek a keresetét, bekérte az alperes véleményét, erről ügyvéd úr mindenkit tájékoztatott, a felperesek ügyvédje mindenkit tájékoztatott, és hát várjuk az ideglenes intézkedés elrendelését, ami abból áll, hogy egészen addig még az üzem nem szünteti meg a bűz és zajhatással járó tevékenységet, illetve ennek a forrását, addig legyen a működésük felfüggesztve. Egyelőre ezt várjuk, ennek az intézkedésnek az elrendelését, vagy az el nem rendelését természetesen, ahogy a bíróság dönt. Tehát nyilván, ha a bíróság elrendeli a felfüggesztését, akkor abban bíztok, hogy akkor egyelőre megszűnik ez a szakhatás. Így igaz. És akkor nyilván, amíg az ügy le nem zárul. Egyébként a jogi képviselők mit mondanak, hogy mikorra várható pont az ügy végén? Hát most már nagyon várjuk, mert most már az ellenkérelmünket is beadtuk, illetve nem mi, hanem a felperesek beadták az ellenkérelmüket, és én azt gondolom, hogy most már azért kell, hogy jöjjön a bíróságtól valamiféle intézkedés. Ugye épp arról beszéltünk, hogy gyakorlatilag most ez az időszak az, amikor nem feltétlenül erősödik ez a szakhatás, ugye jön a téli időszak, de ettől függetlenül nyilván a helyszínre érkező szakemberek látják, tudják ezeket, és ettől függetlenül meghozzák a számotokra kedvező intézkedést. Igen, és azért gyakorlatilag az, hogy a technológiai szennyvízből kiáradó, a fedetlen medencéből kiáradó szag, az most azért, amikor hideg van, az valamiféleképpen korlátozódik, és nem érezni úgy, viszont a termelésből adódó szagot azt ugyanúgy érezni. Tehát az égett műanyagszagot, és azt egy ismeretlen eredetű port a levegőben, azt azért ugyanúgy érezni. És a témánk így zárásként lassan. A pályázatok, hát most már októbert írunk, az eddig az évben megnyert, elnyert, elszámolt, elszámolás alatt aló, vagy már most esetleg kiírás alatt álló, és látjátok, hogy ez nektek való, ez rátok van kiszabva. Szóval miről tudunk beszámolni pályázatvonalon? Mi szeretjük mindig lezárni a pályázatainkat, és utána újnak utána nézni, és feltárni a hiányosságokat majd, hogy mire kellene pályáznunk. Minden pályázatunk most már lezárult, és illetve egyet kivéve egy szoborpályázatunk van még, ami nem, de a két út felújításunkra nyert összeg, a két út elkészült, az elszámolásuk folyamatban van. A két lakásos szolgálati lakásnak befejeződött a felújítása, az egyiket már a lakó el is foglalta, ez is az elszámolási fázisban van. A temető felújítása elkészült, ez is az elszámolási fázisban van. Számlákat kiegyenlítettük, úgyhogy én azt gondolom, hogy a pályázataink sikeresen lezárultak. Egy külterületi utas pályázatunk van függőben, aminek még nem érkezett meg az előlege a számlánkra. Amint megérkezik az előleg, abban a pillanatban megkezdjük a közbeszerzési eljárást, de ez már a 23-as évnek a története lesz. És hogyha már a 23-as év, és hát lassan azért neki kell feszülni a költségvetések, hát hogy is mondjam, összerakásának, de gyakorlatilag ez most az egyik legnehezebb feladat az önkormányzatoknak. A bizonytalanság miatt
egyáltalán tervezhető valami? Igen, én azt gondolom, hogy tervek nélkül nem lehet nekifutni egyetlen évnek sem, bármilyen nehéznek is tűnik. Azért azt tudjuk, hogy az óvodánkban, mivel a Magyar Falu programban az volt az egyetlen pályázatunk, ami nem volt nyertes, az óvodánk belső felújítása, fűtés korszerűsítése és a melegítő konyhának a korszerűsítése, átalakítása, ennek mindenféleképpen nekifutunk. Egyébként, ha ezek megvalósulnak, itt most azért szemmel látható pénzösszegek spórolhattók volna. Persze, főleg így, hogy azért tegnap szembesültünk vele, hogy a Jókai Mór művelődési házunknak tönkrement a kazánja, tehát ez a top pluszos pályázat lett volna, ami szintén mi nem nyertünk a top pluszon, és ebben lett volna benne a művelődési háznak a korszerűsítése, fűtés felújítása. Így most majd azért természetes, hogy fűtés nélkül nem marad, úgyhogy a kazánt meg kell, hogy csináltassuk, esetlegesen új kazánt kell, hogy vásároljunk. Úgyhogy ezt most a saját forrásból fogjuk biztosítani. És hát ez lesz az a két dolog, aminek mindenféleképpen a Magyar Falu programban, amennyiben van rá mód és lehetőség, akkor pályázunk. És akkor említetted, hogy tervek nélkül nem lehet, tehát ezeket mindenképp pályázzátok, igen, keresitek a lehetőségét. És mi az, ami felé még orientálódtok? Mi az, amit szeretnétek így jövőre megvalósítani? Hát egyelőre majd meglátjuk, hogy a Magyar Falu program milyen keretösszegekkel jön ki. Tehát nyilván annak saját forrásból egyelőre nem tervezünk, saját forrásból csak a körforgalom beépítése van nekünk tervbe, ami azért nem egy nagy összeg, de azt mindenféleképpen tavasszal megvalósítjuk. Aztán még ez a szobros történet van nekünk, a Platti szobornak a felállítása, erre ugye megérkezett az összeg a számlánkra, úgyhogy a művész úr dolgozik, szobrász művész úr dolgozik, és ennek is ki kell futni december 31-ig. Tehát egyelőre nagyon óvatosak vagyunk, és csak keressük, figyeljük a lehetőségeket. Nagyon szépen köszönjük. És akkor zárásként a rendezvényekről beszéljünk. Nyilván itt is több településen már bizonyos korlátozó, megszorító intézkedéseket hoztak. Ti hogy álltok hozzá? Hát nekünk olyan rendezvényeink vannak, amit korlátok között ugyan, de én nem gondolom, hogy nem fogunk megtartani, sőt egyáltalán azt támogatja a testület, hogy olyan hosszú volt nekünk a pandémia, hogy ezeket meg kell, hogy tartsuk. Tegnap volt az idősek napi rendezvényünk, ami nagyon szép számmal vettek rajta részt nyugdíjasaink. Nagyon jó hangulat volt. Én azt gondolom, hogy sikeresen zárult, sikeresen ugye lezárult a véget ért a szüreti felvonulás és a bál. A bál az kifejezetten jól sikerült, és hátra van még nekünk, ugye hétvégén lesz a községi búcsú. Ugye a templom búcsunk az október 8-án szombaton 17 órakor dr. Bábel Balázs, kalocsakecskeméti érsek fog misét mondani. Nagy szeretettel invitálok én erre mindenkit, hiszen ez egy ritka alkalom, hogy érsek úr nálunk misézik, és másnap vasárnap pedig a községi hagyományos búcsú a polgármesteri hivatal mögötti téren, és aztán a gyerekeknek majd a tök jó nap. Október 28-án a gyerekeknek a tök jó nap, ami szintén most már egy hagyomány nálunk. Én azt gondolom, hogy ez sem jár sem akkora költségekkel, és ez egy kültéri rendezvény, úgyhogy ennek még olyan nagy fűtésköltsége sincs, úgyhogy ezt is megtervezzük, ahogyan az adventi rendezvénysorozatot is. Én azt gondolom, hogy ezek azok, amiket nem vehetünk el a lakosságtól. Beszélgetésünk zárásaként pedig, hát ha már programok, nyilván ott a művelődés szervezők, a közművelődési intézmény veszi ki leginkább a részét ebből. Sikerült közművelődési szakembert találnotok már? Igen, mivel Katónk, ugye Sós Györfi Katónk, ő 19 év után, szeptember 24-én a megérdemelt felmentési, nyugdíj előtti felmentési idejét kezdte tölteni. Már mellette 4 órában volt egy nagyon ambiciózus fiatalember, Nagy Bence, aki mellette már tanulta ezt a szakmát. És akkor Bencét neveztük ki most az intézmény élére, úgyhogy ő látja el a közművelődési feladatokat. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Vendégünk ma Táborfalva polgármester asszonya volt, Nagy Andrásné Kati. Köszönöm szépen, további szép napot neked. Köszönöm, hogy itt lettem, mindenkinek szép napot kívánok.